Dika Melinda, Dika Melinda! Jaj, ilyes vagyok. És most enni fogok. Ha főleg, hogy csel is készül. Ebből inni? Ja, Istenem, még fel kell mosnom. Eszek, addig itt leszek veletek, aztán felmosok. Oké! Na, várjatok. Kell hagyma. Tudjátok, mit fogok készíteni? Hagymás tojást. Bami. Hagymás tojást. Jó, sok, rengeteg, brutál, nagyon sok, rengeteg hagymában. Mi a kedvencem? Hát a hagyma. Főleg ebbe a megfázásos időszakban. Telefontartóm is kinyúlt. Lami. Ó, várjatok már. Mosogatóban van a... Ja nem. Na, sziasztok. Szia mindenkinek, csajok. Mit csináltok amúgy? Vasárnap van, jó idő van. Tettem ki egy szettet, nézzétek meg. Feltettem egy szettet, kiraktam a TikTokra. És most megcsinálom a hagymás tojásomat. Szia, Rita nénye, mit csinálsz? Szia, Rita nénye, tettem ki egy szettet a TikTokra, lájkoljátok. Sose írsz oda a videóimhoz, Rita. Semmit. Miért nem írsz a videóimhoz? Semmit, hogy jó néztek ki, faim, tetszik, de sukár vagy. Semmit nem írsz oda. Kik vagytok amúgy? Semmit nem írtok oda, feküdjél le te pusztulat. Pusztulj, gurulj. Nem tudod, hogy kell odaírni. Nem tudsz hozzászólni. Nem tudja, hogy kell odaírni a videóhoz. De már írtál oda egy párszor máskor. Akkor mégis tudtad. Csajok! Sziasztok! Szép napot mindenkinek! Majd megmutatom, jó van. Amikor meg a izével táncolok, a macival duettezek, oda bírtál írni. Ja, Betty írta oda? Ja, azt hittem, hogy te. Ja. Sziasztok, szia Marika! Na, már meg azt tudja. Na, akkor te miért nem írsz nekem oda akkor? Na, ja, tudod? Akkor már meg tudod. Na, jó, ma mindegy, hagyjuk. Hol van a kavarom? Kavarom. Nekem az a másik kellene. Sziasztok! Csinálok magamnak hagymás tojást. Egy kis hagymás tojást sütök most. Semmi más nem csinálok. Feltettem a hagymát. Megsózom. Lami. Megsóztam. Oké. Jaj, erre ne menjen már rá a zsír. Lami. Gulyáslevest főztem tegnap. Az jó. Az viszont csúcs, szuper. Szeretem a gulyáslevest. Lami. Szalonna nem lesz benne, nem. Zsírosat nem eszek. Nem kell most zsíros. Csak így hagymás tojás, babám. Ha lenne sajtom, akkor reszelnék rá sajtot, de nincs.
Hogy az a baj, most tett kész a káposzta, jász, finom Betty. Az is nagyon jó. Imádom. Imádom, imádom. Kicsit megdísztelem a hagyma, megcsinálom a kaját, eszünk, aztán folytatom a takarítást, még jól felmosok. Hajfestés lesz majd, egyelőre pihi van, fáradt vagyok. Nekem is be kellene már festenem a hajamat, de én meg már lusta vagyok festeni. Mi lesz Tóne a menü? Az biztos finom, azt mi az, ami lesz Tóne? Ma nem tudom, hogy mit főzök. Ma lehet, hogy nem főzöm, Elinda. Én ma lehet, hogy nem főzök. Jól áll nekem ez a polló, babám. Nem is akarnám összefröcskölni. De amilyen hülye vagyok, rám jön. Remélem, jó tojást vettem elő. Szép napot, napsugár! Jó. Elég négy tojás. De van kötényem, itt van a fiókba a konyha, csak már lusta vagyok felvenni. Olyan melegen van. Nem, egyet elárulok nektek, nem szeretem a kötényt. Annyira utálom a kötényt, a Falko mindig mondja, hogy vegyem fel a kötényt. Akkor se veszem fel. Ti szeretitek a kötényt? Én nem. Sziasztok, szia mindenkinek. De majd veszek fel. Van kötényem. Itt van a konyhafiókba. Beraktam ide. Én nem szeretem a kötényt magamon. Ki se bírom állni. Plusz mosnivaló, na jó, van, oké, így is, hogyha ránk jön, ebbe már volt pecsét. Belement a múltkor az olaj. Hú, olyan nehezen szedtem ki. Úgy sajnáltam ezt a felsőt. Nagyon nehezen jött ki belőle. Kész is. Én igen, mert mindig olyan koszos lesz a ruhám, ha sütök, főzök, ebbe is igazad van, Timike, amúgy. Hordanom kellene amúgy. Na, mindjárt kiszedem a kajámat. Hordanom kellene amúgy, igazság szerint. Ha olyanom van, felveszem, persze, ha már nagyon-nagyon benne vagyok a főzésbe, akkor felcsapom magamra azt a kötényt. Mert tényleg... Na, mindjárt kiszedem. Jó napot, Robi! Jó napot, jó napokat mindenkinek! Mi újság van veletek? Én nem hiszem, hogy ma főzök. Majd tudjátok? Berakom ma szép, teszek ide fasírtot. Hát én most tojást sütöttem. Sütöttem tojást. Egy jó hagymás tojást csináltam. Mit szóltok hozzá? Így, mit szóltok ehhez, hogy hagymás tojást csináltam? Éhes vagy? Süss egy jó hagymás tojást. Azzal soha nem lehet elé lőni. Az teljesen rendben van. Várjatok. Figyelj, egy ilyen hagymás tojással szerintem minden oké. Hagyma nélkül. Szia, Adrikám, csókollak, baba. Hagyma nélkül? Nem szereted a hagymát? Mi? Szeretem a hagymát. Imádom a hagymát. De jó. Szia, drágám. Hogy vagy, mint vagy? De fasírtot csaptam mellé. Köszönöm, Al Pacino. Kenyeret enni kéne hozzá, nem? Nem tudom.
Mi a zsannerem? Szól, a szól vevnén a zsannerem. Az mi a drím? Sziasztok, jó étvágy! Hús nem maradt ki. Tennap sütöttem faszírtott krumpli főzelékkel. Ja, a sült hagyma nem a zsannered. Ja. Nagyon szeretem. Imádom a fokhagymát, imádom a lilahagymát, imádom a vöröshagymát, fehérhagymát, póréhagymát. Ja, de szeretem. Nem zsíros amúgy. Köszönöm, Bea. Nem zsíros, de eszett. De halljátok. Amúgy nem zsíros. Finom. Szia, Sziszi, köszönöm. Semmi különös, ti hogy vagytok? Hát, Adrikám, jól vagyunk, nagyon-nagyon jól. Egy nagyon fajn procedúrán vagyunk. Remélem majd nagyon-nagyon-nagyon sokótoknak tetszeni fog, és büszkék lesztek a Melindára. Nagyon bízok benne, hogy imádnak. Nagyon-nagyon-nagyon sokótoknak tetszeni fog, és büszkék lesztek a Melindára. Nagyon bízok benne, hogy imádnak. Azért voltam eltűnve most egy jó darabig. Na már visszatértem! Csak még titkosítva kell, hogy legyek. Akad! Pedig fúlom van. Nálam is. Akad, édesem! Nekem jó. Ritánál meg jó. Akad! Szólj! Neked a Ritának meg jó az egész ceremónia. Köszönöm, Bius. Köszönöm a követéseket. Már ne indítsam? Igen? Jó van. Ne nézzél, Giulio. Verd anyádba. Sziasztok. Jó. Köszönöm. Na, most is közönséges voltál. Mi milyen legyek? Nyomorodjál le. Tojás, hagymás tojást, mert ő nem közönséges. Pusztuljon ki a szíved. Na, milyen ceremónián vagy túl? Na! Tényleg, Adrim? Na? Ceremónián? Szeretem a ceremóniákat. Sziasztok! A ceremóniák jók. Jaj, Giulio, nehogy pusztuljon ki a gyomrod szája. Hát menjél már innen, hervadjál ki. Hát mit idegesít el engemet, nyomorék? Na, kijött a véred, te meg szídd le anyád vérit. Hát de mit dumál, hogy így közönséges, úgy közönséges, pukkadjam ki reggelre a gyomrod. Ennyi. Szerette volna ezt hallani, én meg megadtam neki. Ramvágták a fekete mágia. Hagyjad már, Istenem! Fekete mágia, mi az se, fekete mágia, hé! Azt se tudják, mi az, azt se tudják, hogy működik. Istenem! Így mágiáznak, úgy mágiáznak. El ne hitt! Vajon? Az a lényeg csak egy. Ne félj! Ne félj! Ne is gondolj rá! Mi az, hogy fekete mágia? Nincs, ne félj! Annyi.
Ki kell rögni, ki kell nevetni. Isten veled, akkor ki van ellened? Mondd már el. Köszönöm, rafinált. Itt vagy, rafinált. De hát a rafinált is tudja, ugye? Nem kell félni senkitől, csak az jó Istentől, attól az egytől. Isten félő embernek kell lenni. Semmi más nem számít. Adri, ne törődj semmivel. Így van, látod? Refinált is megmondta, hogy így van. Persze, a varázslást, a jóslást így van, az Isten nem szeret, azt mind-mind ki kell űzni, pontosan. Persze, amikor viccelődtem, hülyéskedtem, az egy dolog. Hülyéskedek, viccelődünk, itt a TikTokon, mit tudom én. Az egy hülyeség, persze, most nevetünk, hűlünk, jól érezzük magunkat, kiröhögjük a dolgot, az oké. De és Isten igazából ilyen nincs. Köszönöm, rafinált, csokkol a kérdésem. Pusza, Ranka, köszi! Szia! A Ludas Matyi háromszor adja vissza, mert mi lesz plusz egy ráadás. Ugye? Jól teszed. Azt úgy kell. Háromszor ám. Mondjad már. Milyen megjátszásokat csinált tegnap is. Istenem, láttátok? Az a megjátszások. Már nem bírtam. Azok a megjátszások. Könnye meg megint nem volt. Azt magának küldte, meg az ura küldte neki, meg a fia. Szaromáró! Estenké megy el az íz, inkább hagyjuk. Könny az ablakba. Így csinálta. Rázta a csecsit. Sziasztok, szia Erikám! Ki van száradva? Ki, nincs könny, ki van szikkadva, száradva? Szia Erika, csókolla! Így csinálgatta, pusztul. Nagyon már rengedte, ne foglalkozz. Hát úgy csinálta, ugrált, azt... meg így, de mit töröl? Mi az, amit töröl? Na mondom, jó van, az egész meg van rendezve. Küldte neki valaki, a Rózsi nyert. Ezt mindenki látta és tudja. Ezt a Rózsi vitte keményen. Nem ő. Nem ribrokfa sírt, hanem én csináltam. Nagyon. Ó, rengeteg. Csipát. Azt rendesen. Aztán az előzetes megbeszélésnél azt mondta, egy háztartásból nem megy pénz. Halló? Csináld, mint hát a tényleg csatok a létség. Haszá, mindig. Mindig. Folyamatosan. Mindenbe. Főleg ilyenbe. Főleg aztán ebbe. A Rózsi nyert. Higgyétek már el. Nem igaz. Ne hidd el, Rózsival beszélték, ja, azt úgy is csinálta, én is most mondd akármit, azt úgyse tartja be. Szia Macikám, mi van veled, babám, ha el vagytok tűnve? Na, csak ketten játszatok, velem már nem is párbajoztok, jó étvágyat, köszönöm, drágám. Ez a Roli, he, te meg buzi vagy, na, ha mit milfezel, te buzi fejű. Milf,
De már itt vagyok, babám. De azt mondjuk, hát te vagy eltűnve. De már mióta már itt vagyok, már most már megjöttem, már nem vagyok eltűnve. Pont ezt beszéltem a többiekkel, már nem vagyok eltűnve. Jó? Köszönöm, Viki, köszönöm a konfetti, csajos. Nagy sztár lettél. Macs, leszek? Leszek. Macikám, mindenek eljön az ideje. Én nem vagyok sztár. Csak leszek. Reméljük. Akkor 8-kor gyere, jó? Jó van, édesem. 8-kor. Rendben van. De hogy Macim, nem. Csak volt egy kis dolgunk. De szeretne, a víz leveri, ha meglátja. Ó, nagyon sok mindenkit, meg még egy pár embert. Köszönöm a kézben tartott szíved, Vikim, csókolok, drága. Köszönöm. Puszi csajsz, ude faim vagy. Milyen szép csajok vannak itt, töcsém. Mi folyik, Gyöngyös? Szia, mi folyik? Hagymás tojás, kis virsli, meg mit tudom én, mik vannak itt, meg fasír, de virslit azt nem ettem. Hogy a meccs után koronába táncikált, azt neve. 7-kor Rózsival megyek, aztán veled. Na jó van, Maci, ezt megbeszéltük, rendben van. Jó van. Igazad van. Mindig bírom, amikor így rámolod, hogy rá se van. Igazad van. Jó van, oké, rendben van. Rá se baszok az ilyenre. Így van ez. Miért nem jó? Jó sok hagymával, már úgy könnyezik a szemem a tojástól, hogy csak na, annyi hagyma van bennem. Na látod, én nekem jön a könnyem. De nyilván lett a korona végét megnyertem. Hoppá! Na mi derült itt ki? A végén ki lett a királynő? A Maci. Na most akkor ennyi, le a kalappa. Macikám, én mindig is tudtam. Én mindig is tudtam. Így igaz. Kedves, miért romlott meg a kapcsolatod Arábiával? Mert bacsásnyája volt. Azért. A harmadik a magyar szó szerint azért, mert bacsásnyája volt. Na, tudni akartátok az igazat? Na, azért. Na, az most mi van abban? Oszt. Sziasztok. Nyilas vagyok. Tüzes nyilas. Sziasztok. Szép napot minden. Oszt. Bárkinek lehet. Neki miért ne? Annyi. Jó itt vágyat, köszönöm. Mit fogsz ma csinálni? Máma, most nem sok minden. Oszt, mi van abba? Bármikor rájöhet? Én is. Te is? Nem fáj a senkinek. Nem értettem, mi volt. Bacs, hát jól értetted, így van, 007-es. Jól értetted, teli vagy élettel, csókolok, drágám, be vagy állva, kicsit az is. Ez is az is. A hagymától, ha jó sok hagymát teszel, egy idő után úgy bálsz tőle, úgy felpesd, itt a hagymában van ilyen illóanyag, ilyen illóolaj, ami így illan feléd, tudod? Attól úgy be lehet tépni, öcsém, hogy próbáld csak ki. Bánja, getsz a fejét. Köszönöm a kalapot, drágám. Úgy szeretem, én is. Köszönöm, baba. Köszi, édesem. De fainak vagytok, csajok. Jó étvágyat, köszönöm. Krumpli főzelékbe raktál tejföld. Jaj, tettem. Mert még tudjátok, mit tettem a krumpli főzelékbe? Tejföld. Meg tejszínt. Bum, bum. Bum, 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 bum. Nekem is mozog, bum, bum, bum. Köszönöm, köszönöm a baseballs, köszönöm. Na bossz, akkor üljél bele. Na akkor húzd rúdra magad. Na,
Bele kell ülni. Na ott van bossz, ott a lehetőség. Nem most, hogyha olyan fasz a gyerek vagy, bele is ülsz. Na, az agyadi. Na, az már nyárs, bazd meg. Ha már nyárs, mik vannak, akkor csacsi, ennyi lemaradtam. Miről? Semmiről? Semmi baj. Egy kondiszás. A rózsi a nyerő. A rózsi. Meg halljátok, a végén a Maci nyert. A Maci meg kiütötte így. Buf. Mindenki. Hallod, a csacsi családtagja? Hallod, még a csacsi? Kik azok, babám? Nem ismerem. Akkor nem ismerem. Viccen kívül. Ez sok bolondnak elgurult a gyógyszere. Meli. Vagy pedig nyihaha. Nyihaha, mufasza. Tudjátok, a mufasza. Szia, Rika. Köszönöm. Mupacsa, tutacsa, ningilungo mucacsa. Hiszi a kapelikán. Az jut rögtön. Adri, anképp nincs vagy videót, hogy be tudsz vágni egy pelikánt. Köszönöm, Viki. Most viccen kívül mondom, azért, mert most tegnap ennyit csalt. Tudod, a pelikán. Nem jutott eszedbe. Na. Akkor így oda tart így a fejét. Száj. Kar a pelikán. Sziasztok. Szép. Köszönöm, drágám. Köszönöm. A Rózsi meg még el is hitte, hogy bukott. Megoldom. Egyem a szíved. Imádlak. Kar a pelikán. Ja, az a madár. Oszt. Oszt. Mi van oszt? Nem igaz, Maci? Oszt mi van abba? Valaki űrge, valaki pelikán, valaki sündisznó, a Maci Maci, ugye Maci? A Maci meg Maci. Én is szeretem azt a Macit. Ott van, kitettem. Ki így, ki úgy. Ki említ, ki amúgy. Ennyi. Még nem mondunk le senki, dik az az asszony. Minden, én ne, hogy ne. Látjátok, én az utolsó cseh. Én nem. Én egy egyszerű ján vagyok. Én nem. Nem. Ez nem marad. Nem. Én nem mondom rá. Nem. Nem marad. Bizsú. Az e ötszá. De jó, á? Behúgyul. A Maci azt mondja, behúgyozott. Nem mondom, én senkit nem mondok rá. Nem mondom le mindenkit. Én nem. Nem kell átvágni a másikat. Abi-gubi, így menni párbajozni. Pelikán. Mindenki hasonlít valamire vagy valakire. Egy kis aranyos kis cukira vagy egy yorkira. Én szerintem meg én meg ízé vagyok el. Csivava. Fülem véget. Egy aranyos kis csivava. És az is cuki. Az a kinevetése mellém a végén csak magát égenveri át. De minket nem. Ugye? Ugye? Oszt! Na oszt! Mi van abba? Elmegyek itt a soron, megint, mert már itthon vagyok. Kimegyek a soron, elgyaloglok az árok mellett, köpök, viszek magammal a zsebembe egy kis szotyit, nézem a földet, ott egy pelikán. Miért nem jó estére egy pelikánt lesütni? Az állkapcsát kiszedem, azt kisütöm, mint a Robi. Megyek tovább. Hopp, ott egy finomság. Hopp, ott egy köret. Összehozzuk magunknak.
Nem elszotyizok? Itt az utcán nem elmagolok magamnak? Bőrkabátot, olyat találtam most is, vajszínű. Esküszöm nektek, vajbőrkabát. Vajbőr. Ott van, kitettem a videót. Érti, aki érti, ennyi. Lapozzon tovább, akik nem tetszik. Vajbőrkabátot találtam magamnak. Halljátok, annak a rámam a margarin. Mint a ráma. Olyan a bőrkabátom. Olyan színe van, mint a delma vajnak. Hát miért nem jó? Találtam. Falkónak gyönge jó. Ennyi. A második meg milyen érdekes volt, nem? Melcsi Falkó is így van, az én oldalam az is, persze. Kövessétek be egész szívvel, nyugodtan be lehet követni. Erikám, imádlak, én is szeretlek, köszönöm a szíved. Csók. Köszi. Miért jön a sikacsúfa ezzel nem lehet? Hagyjál, már azt csinálok a TikTokom, hogy az oldalamon nem engednek beszélgetni. Miért nem enged el beszélgetni? De gyöngyszem. De izé vagy ékesség, a gyöngyszem soha nem beszélt senkiről. A gyöngyszem soha nem mondott senkiről semmit se. Mi nem mondunk rosszat, nem mondunk csúnyát, szépet és a jót mondjuk. Na, Istene, azért mondom gyöngyszem. Ilyen jót régen nevettem, Dikoszt. Hát nem. Gyertek mindenki este játszani. Este leszünk 20:00-tól a Macival. Na itt lesz a Maci megint velem 20:00-kor, aztán nem el leszünk. Nem jó lesz. Szépen csinosba gyere, Maci. Sukár legyél, sukár, sukárabb, mint még soha olyan sukár legyél, mint még soha. Csinosba gyere, Maci. Sukár legyél, sukár, sukárabb, mint még soha olyan sukár legyél, mint még legyünk. Kis brazilosan. Hát akik nem tetszik, elmegy melegebb éghajlatra, vizekre. Még normál, nem átkozódunk, fortyogunk, nem csinálunk semmit, mi beszélgetünk. Miért nem, még nem beszélgetek senki, mert megöllek bennetek. Szétszaggatom, amelyik itt beszól. Megölöm, kiszedem a szemét, felhúzom nyársra, azt oda dobálom a pelikánoknak. Na, de a pelikánok majd meggyűjtögetik a szemgolyóitokat, ne félj, mert a pelikánnak az állkapcsába fér egy pár golyó, pár darab golyót, oda be lehet pakolni. Na jó, van, szia gyöngyszem, csokolak, szia, vigyázz magadra, gyöngyöm. Na, hát mi van veletek, nem lehet beszélgetni, rászólnak az emberre, tisztességes izéke, töltelékek. Köszönöm, Erikám, a puszit, na, csókollak, szívem. Csókollak, Erikám. Ennyi. Na. Féltek, nem lehet beszélni, de más beszélhet rólunk. Jaj, más beszélhet rólunk. Meg más. Hagyjatok be, hogy te belemete, elvarásolom, meg tökletek. Azt szeretitek, vurnyulatok mind az ilyen. Na, ez minden pénzt megéri, imádás. Csókollak. Mikor az ember kimondja az igazat, jaj, az ember kimondja az igazat, rögtön jú, meg te féltek? Na, te féltek valakitől? Féltek? Akkor nem menjetek tényleg, ha féltek, rosáltok, mi van? Mit féltek? Nem kell rinyálni. Rendes védőügyvédei vannak, nem bírom. Istenem! Rosellnek, félnek, meg ne halljatok már, akik félnek, azoknak szól, akik félnek, még félnek. Reszketnek, félnek, jaj, mi jó féltek tőle. Aj, de jó teszi akkor, annyi. Hát, még félnek tőle, ennyire beterrorizál benneteket egy tudat hasadásos. Egy semmi. Jaj, vége. Ez szép. Jó Istenkém, hát meg ne bolonduljatok, félnek. Hát majd lehet is amúgy, hát lehet amúgy tartani, lehet amúgy. Mert kaposzt eltárol, eltesz, mint a brusztus üveget. Betárol benneteket 5 évre. Itt a Jenny is, annak is viszket a pecke. Na. Ja, Istenkém, hogy várjam a szátokba. Hát miért féltek ennyire? Hát így van, bébike.
nem tudom, kitől kell félni, csak az Istentől, mondtam már. Mert azt tud ítélkezni, az dönt el mindent, senki más, csak az Isten. Azt dönt el mindent, senki más a Földön, csak az az egy. Az. Igaza van a karmának, lehet. Na, majd én meg leveszem. Na, fogy, figyelj, leveszem. Még ma. Amit rájuk tett, mind leveszem. Sziasztok! Nem kell félni ilyentől. Nem kell félni ilyentől. Nincs jó, hogy valakit elátkoznak, megrontanak, elbegyük az ülötő. Mert belegondolsz, azért nem kell ilyennel foglalkozni. Hagyj, hogy már ki kell nevetni. Hello, sziasztok, szia mindenkinek. Hát na, így van Zsófi, mert hát a Zsófi megyem a szíved. Aki okos vágja, akkor okos rögtön vágja a témát. Beszarok azt a kurva mindent. Ez komoly? Amúgy? Akik a többi... Az semmi. Rózsi is elhitte, Rózsi. A Rózsin jobban ki voltam amúgy akadva. Jaj, amíg még izét nem akasztalta. Azt magának küldte, meg az ura küldte. Meg a fia küldte, meg az ura. Meg valakit megbízott. Meg még tudnék mondani egy valakit. Szóval mondom már kell nevét, mert meghal. És elhiszik. Vajszok, Isten áldjon meg mindenkit erőben, egészségben, soha el nem múló boldogságban. Imádok benneteket tényleg. Csak ne legyetek hülyék, mert abból nagyon sok van. Így van az Istenben. Elvertem már Rózsi érdeket. Ezt mondom, Catherine. Ezt magyarázom, Catherine. Nem láttam is, hogy valaki nem videó. De fent van amúgy. Fent van. Köszönjük, édesem. Csókollak, köszönöm. Vivien. Köszönöm. Le kell mosnom. Folytatnom kell a takarítás, bejöttem. Eszek mondom veletek egy jó hagymás tojást. Le kell mosnom még egy jó felmosást kell csinálnom. Már mindent megcsináltam, nagyjából össze van. Fekete. És a szöveg, amit itt tolt rám szerdám, fekete gyertya, és amit így van karma. Ne foglalkozzál már vele, nem igaz az Adrián. Ki kell nevetni. Például, hát mert igaz, Erikám, édesem, megyem a szívedet. Hát nem hiszem, nem hiszem el, hogy nem látjátok benne a pelikánt. Nem akarom elhinni. Értik a faszt a torkukba, de hogy virág, nem igaz, hagyja. Eladta el. Jó van, megyek. Megyek inkább, mert már tényleg én mindjárt bebizsilek. Az, Miss Manna, az. Este 20:00, akkor jövök itt a Macival végig. Halljátok, Maci? Nagyon soká Brazílba gyere! Valami röpködött. Hagyjátok már, nem kell, mert hisztek benne, Adri, mert tesz elhiszite. Egy picit is, ha valaki elhiszi, ha egy picit is valaki fél, akkor már baj van. Ha hátat fordítasz és figyelmen kívül hagyod, és azt mondod, hogy nem igaz, meg nincs ilyen, meg leszarod, meg kiröhögöd, egy hajszálnyi félelem nélkül, csak ennyi. Csak ennyi. Jó van, Maci, mi mádlott, csókollak, drágám. Iratkozzatok fel, így van, a Macikához is menjen a feliratkozás, mindenki iratkozom fel, aki még nem tette. Aki a Macinál van onnan, meg ide jöjjenek én hozzám, ide-oda, óvé, mehet. És 20:00-kor just a rába leszünk. Nagyon helyes, Adrikám. Ennyi? Ennyi csak a titka, semmi más.
Nincs más, csak ez az egy. Így igaz. Imádok benneteket, sziasztok drágái, folytatnom kell a sikamikát takarítás, jövök majd hozzátok, jó dumcsisztunk, szia Brigitta, sziasztok, kövessétek be egymást.